Sportos évnyitót tartott az Akadémia a Vilmos Endre Sportcentrumban. A nyári táborok után ismét gőzelővel edzenek az akadémisták a Városgazdánál. Mint igazolt sportolók, elengedhetetlen az éves sportvizsgálat, melyet az akadémia szervezésében a rendezvény helyszínén elvégezhettek a gyermekek. Sorban állás helyett vidáman és sportosan várakozhattak a vizsgálatra. Ninja Warrior pálya és különféle szakosztályi játékok fogadták a gyermekeket. A hivatalos megnyitó a Városgazda utánpótlás akadémia zászló behozatalával és indulójával kezdődött. Köszöntőt mondott Ugi Attila, aki hangsúlyozta, hogy az akadémia jelentős szerepet játszik a kerületi ifjak egészségmegőrzésében. Mert lehet, hogy csak egy vagy két gyermek volt az alatt az 5 év alatt, aki mondjuk olimpiai szintig eljutott és innen indult, de nem is ez a cél. Az a cél, hogy ezek a gyerekek, akik itt sportolnak, azok rászokjanak a mindennapos mozgásra. Hiányozzon nekik, hogyha reggel fölkelnek és nem tudnak elmenni kocogni, vagy nincsen lehetőségük arra, hogy a szabadban valamilyen aktív mozgást végezzenek. Mert egyrészt ez ráragad a környezetükre is, másrészt pedig aztán, ha felnőnek, akkor tovább tudják adni a gyermekeiknek is. Ez egy életforma. Az idei szezonban is több mint 1000 gyermek választotta az akadémia valamely szakosztályát szabadidős vagy versenysport üzésére.